Azt szokták mondani, hogy azonos szakmabeliek ne készítsenek egymással interjút. Beke György már rég túl van azon, hogy riporter legyen, publicisztikát gyakorol. Én most nem is tudnám három szóban bemutatni mindazt, amit eddig hát eredményként könyvelhet el önmagának. A munkái hatásával viszont nagyon sokszor találkozom terepen. Beke György, mit jelent önnek az olvasóival találkozni? Először is én azért engedj, mert pillanatig most magázoltunk, vagy tegeződünk? Hát általában az az úzus, jó rendben hát van. Az most én igen. Na, szóval kérlek szépen, mit jelent számomra? Az előbb engedd meg, hogy azért egy dologba kijavítsalak. Én hát hivatásszerűen riporternek tartom magamat, attól függetlenül, hogy írtam 4 regényt, és talán írok még regényt, de riportot mindvégig fogok írni, az az érzésem. Tudnivik, én ezt a műfajt rendkívül szeretem, és a valóság föltárásának egy olyan eszközét látom benne, amelyben a nemzetiségi önismeret, amelyhez a nemzetiségi önismeretünknek föltétlenül szüksége van. Na most, mit jelent számomra az olvasókkal való találkozás? Ugyancsak ezt jelenti. Tehát azt a közvetlen kapcsolatot az riportok alanyával, az regények alanyával, amit nem pótolhat semmi más. Tehát amikor az olvasó, a szó, a leírt szavam eljut azokhoz, akikről és akikért írtam, és hogy bennük milyen visszhangot vált ki. Rendkívül becsülöm a kritikát, bármilyen kritikát szívesen fogadok, olyan értelemben, hogy tanulni szeretnék belőle, de vallom és hiszem, hogy ha az írás nem hat azokra, akikről szól, és akikért születik, akkor majd az utókor számára se lesz sok mondani valója. Nagyon kevés az olyan mű, mint a Mikes Kelemen törökországi levelei, amely a karrierjét majd egy fél század vagy egy század után kezdi el. Tehát én hiszem azt, hogy az írásnak ma és most van mondani valója, és még maradandó is az az írás lesz, amely a máról olyant tud mondani, ami a jövőt is érdekelheti. Visszatérve az olvasó találkozókra, hidd el nekem, hogy nem csak a kritikákból lehet tanulni, hanem az egyszerű olvasók, úgymond egyszerű olvasóknak az észrevételeiből is nagyon-nagyon sokszor hát sarokba szorítják a szerzőt, nagyon sokszor bátorítják, sokszor mondom, hát egészen... Hogy kell néha egy kis ilyen bátorítás? Néha kell a bátorítás, az kétségtelen, és ellenőrzik. Határozott, nagyon szigorúan ellenőrzik azt, hogy a valóságot írja-e az, aki a valóságról akar írni. Mondhatni kedvenc témát, vagy kedvenc vidéket, ha van egyáltalán ilyen, a csángók problémája. Miért vonz ez a terület? Tehát ezt minden találkozón megkérdik tőlem, tudnék, nagyon egyszerű magyarázata van, kérlek szépen. Te még nem kérdezted, a romániai magyar nemzetiségnek egy olyan csoportja, olyan etnikai része, amelynek a sorsában rendkívül sok mindent megtalálhatunk a múltunkból, a jelenünkből és a jövő lehetőségeiből is. Én szeretnék ebben kapcsolatban, hová csángókról beszéltünk, engedd meg, hogy itt a televízió előtt elmondjam, hogy éppen most lett volna 60 esztendős az a Mikecs László, aki történész, aki 20 és 26-27 éves korában halt meg a háború forgatagában, aki a csángókról eddig a legtöbbet és a legigazabbat írta. Mikecs csak a moldovai csángókról írt, nyilván a csángóknak több csoportja van, én amikor a életlehetőséget említettem, a barcossági csángókra gondoltam, akiknek életre valósága, és hát kulturális tápászkodása, egyáltalában önösszeszedése, az, ami az utóbbi 30 évben végbe ment, szerintem az egész romániai magyarság számára példaadó. Kell a riporternek világot járni ahhoz, hogy jobban ismerje az úgynevezett szűke pátriát? Feltétlenül. Minél messzebb jut el a szülőföldjétől, vagy attól a tájtól, amiről ír, annál jobban meglátja annak a tájnak a lényegét. A közelség sokszor, az apróság, a részletek a lényeget takarhatják el. Meddig jutott el? A Dinico Golescu ezelőtt 150 esztendővel, 200 éve ezelőtt született, de 150 esztendővel, svájcig kellett, hogy elmenjen ahhoz, hogy saját hazája valóságos állapotát meglássa és megírja. Gondolom nekünk is legalább úgy 200-300 kilométerre el kell jutnunk attól a tereptől, amiről írunk.
hogy a lényegét mélyebben láthassuk. Ez az írásnak és a dolgok szintetizálásának egy sajátossága szerintem. Hol voltál eddig egyéb országokat illetően? Kérlek szépen, én a Krimfélszigettől és Szocsitól egészen Pozsonyig és Varsóig jártam. Azon kívül délre, Plovdivig.